Az újraélesztés alapjait mutatta kollégánknak még nyáron a Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársa. Ezeket és az elsősegélynyújtási ismereteket is megtanítják azoknak, akik jellemzően a jogosítvány megszerzéséhez ilyen tanfolyamra iratkoznak be. Mivel ezeken az eseményeken zárt térben közel vannak egymáshoz a résztvevők, az esély is nagyobb arra, hogy cseppfertőzéssel terjesztjék egymás között a betegségeket. A koronavírus járványra való tekintettel főigazgatói döntésre előreláthatóan április 15-éig szünetelteti nagyobb rendezvényeit, elsősegélynyújtó tanfolyamait és vizsgáit a humanitárius szervezet. Ez azt jelenti, hogy a közúti elsősegélynyújtó vizsgáinkra, akik már befizették a pénzt, az a továbbiakban is természetesen él, hiszen a napokban azon dolgoznak a kollégák, hogy értesítsék a vizsgázókat arról, hogy ezek a vizsgák elmaradnak. Amikor feloldódik ez a helyzet, és újra tudjuk indítani a vizsgákat, akkor a rendes vizsgai időpontok mellé plusz vizsgai időpontokat fogunk beiktatni, azért, hogy minél hamarabb ez az elmaradás be tudjuk hozni, és hogy a vizsgázók, akik sikeres vizsgát tesznek, minél hamarabb hozzájuthassanak a vágyott jogosítványukhoz. A véradásokat nem szüntették be, de kevesebb ilyenre kerül most sor. Az időpontokról és helyszínekről a véradás.hu oldalon tájékozódhatunk. Bár ritkán van tömeg egy-egy eseményen, a Vöröskereszt munkatársai most különösen figyelnek arra, hogy a donorok szakaszosan lépjenek be a véradó helységekbe. Kérik egyúttal, hogy aki egészséges, nem járt külföldön a közelmúltban és nincs véradásból kizáró betegsége, az segítsen vérével. A kollégáink azon dolgoznak, hogy telefonon értesítik a véradókat, és a területi vérellátó intézetbe irányítják őket, hiszen a vér a koronavírus idején is csak vérrel pótolható, és föl kell készülnünk arra, hogyha bármi történik, akkor a vérkészletben legyen hiány, illetve akik most a gyógyulásukhoz nélkülözhetetlen a vér, vagy elhalaszthatatlan életmentő műtétet kell végrehajtani, és vérigénye van ennek a műtétnek, ezek a betegek ne szoruljanak ki az ellátásból. Irodáikban mindeközben minimálisra csökkentették az ügyfélforgalmat, amely a felajánlásokat is érinti. Jelen pillanatban nem fogadunk adományokat, sem a területi szervezeteknél, sem pedig a Malom utcai központunkba, illetve az ügyfélfogadást elektronikus, illetve telefonos ügyfélfogadásra szorítottuk le. Amennyiben bárkinek személyes segítség nyújtásra van szüksége, akkor azt a megfelelő elővigyázatossággal természetesen meg tudjuk tenni. Mivel nekünk van szociális intézményünk, támogató szolgálatot működtetünk, illetve anyaotthont működtetünk, az anyaotthon is a megfelelő óvintézkedések mellett gyakori fertőtlenítéssel otthon vannak most a gyerekek is, az anyák is, tehát viszonylag egy szeparált, a világtól elszeparáltan vannak. Az irodák dokumentációs feladatait munkatársaik most többnyire otthonról végzik el, emellett munkakör átcsoportosításokról is döntöttek. A Vöröskereszt kommunikációs kampányt is indította a koronavírus terjedésével összefüggésben, melynek célja, hogy lakossági felvilágosítást nyújtson minél szélesebb körben, mások mellett plakátokon, hirdetményeken keresztül. Weboldalukon és közösségi felületeiken pedig folyamatosan frissítik a betegséggel kapcsolatos aktualitásokat.